Jó estét kívánok, nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. A mai műsornak a Háttérkép címet választottuk, hiszen színházi emberekként szeretnénk egy kicsit, hogyha mögé látnának annak, hogy valójában mi is zajlik a színpadon kívül, hiszen megszokhattuk, hogy a színészek előtérben vannak. Elmesélik azt, hogy a fodrászok hogyan készítik el őket, a jelmez hogyan készül el számukra, de hogy mi zajlik valójában a háttérben, azt a mai este folyamán fogjuk megtudni. Velem szemben Kecskés Sándor ül, aki az én nevelőapám, és aki mellett belecsöppentem a színház világába. A vendégeink Mátra Völgyi Dorottya, Kepes Gabriella, Faragó Péter és Kerezsi Anita. Sándor, akkor veled szeretném kezdeni a beszélgetést, mint azzal az emberrel, aki mellett felnőttem, és aki egy kicsit ebbe a világba vezetett. Elmondanád, hogy neked a kezdetek hogyan történtek, hogy milyen családi háttér, milyen indítatás vitt téged oda, hogy színházban dolgozz, hogy színpadra kerülj. Igen, nagyon szívesen elmondom, de előtte én is szeretettel üdvözlöm a nézőket, és meg kell, hogy értsék, hogy nem olyan akármilyen pillanat ez, hogy mi együtt itt beszélgethetünk, és ezt megköszönöm mindenkinek, aki ezt lehetővé tette. A kérdésedre válaszolva, nagyon-nagyon korán kezdődött a dolog. Koloratúr szoprán voltam én hangi állapotomban gyermekként, és már 6 éves koromban az ének tanárnőnk Zalatnai Erdőnél jóvoltából megnyertem a megyei szóló versenyt, és így fölfigyeltek rám, és már az alsó tagozatból fölhívtak a felső tagozatba, és a felső tagozatba is minden olyan zenés műsorba, amiben éneklés volt, hogy én már akkor már ott számítottam. De a családi hátteret is említsük azért. Jó, meg, említs. Hogy a szüleid is, az anyukád igen, is, meg az apukád is. Édesapám, ő vele kezdeném, mert ő neki is nagyon szép tenor hangja volt, végül is szebb, mint az enyém. Édesanyám is nagyon szépen énekelt, csak amikor az édesapámat politikai fogolyként elvitték mellőlünk, akkor így lelkileg elvesztette azt a fonalat, ami mindenképpen kell az énekléshez. De mi ez a fonal, ami lelkileg összekapcsol az énekléssel? A nyugalom, a lélek nyugalma, az, hogy minden a helyén van, hogy a gyerekek egészségesek, az apjuk mellett vannak, és hogy a család együtt van. Hát körülbelül ez volt az, ami hiányzik. De olyan érdekes ez, hogy ezek a lelki dolgok a hangra, meg a hangképzésre, a kiállásra milyen nagy hatással vannak. Ez igaz, igen. Ezt én igazolni tudom, nem is olyan régen, amikor a te kis húgod az esküvőjére készült. Nekem volt egy olyan pillanatom, hogy én egyszerűen nem tudtam, hogy tulajdonképpen én vagyok-e én, vagy valaki más, aki, de ti megerősítettetek, hogy én vagyok, segítettetek fölkészülni, és valahogy elment, mint egy rossz emlék ez a dolog, úgyhogy erre te is ott voltál az esküvőn, te is tudod, hogy akkor bizony nem igazán voltam jó pászban, hát ez is annak olyan hasonló, mint amit én akkor édesanyámról mondok, hogy később visszanyerte az ének hangját, de az már ugye már nem olyan volt, amikor, mint az első időkben, első években, igen. És akkor ezek az iskolai fellépések hogy kezdődtek? Hát már úgy, hogy amikor a alsó tagozatba én fölmentem a felsőbe, és akkor irigykedtek az osztálytársaim, hogy a matematika órát, ugye, hogy én már ilyenekkel töltöttem, hogy milyen szerencsés ez a Kecskés, ugye, hogy oda került a... És hát a legérdekesebb az utolsó volt, az egy kérlek szépen a Napsugár Királyfi, ez volt a címe az előadásnak, és a Napsugár Királyfi nem volt hangja. Pető Ferencnek hívták, osztálytársam volt, és
Én voltam a szinkronja. Akkor tudtam meg ugye, hogy mit jelent ez a szó, hogy szinkron, de én énekileg voltam szinkron. De akkor ezt hogy képzeljük el, hogy az osztálytársad állt a színpadon, így. Te meg hátul a takarásba énekeltél, igen, ő meg tátogott? Igen, mert olyan nehéz énekelni való volt, hogy ő már ezt már úgy nem tudta, és én meg még nem váltottam, még nem volt meg a mutálás nekem, én később mutáltam. Akkor miért nem lehettél te a királyfi? Szó se lehetett róla, hát hiszen a Pető Ferenc, Pető Ferike volt egy nagyon jó tanuló, és azért is kapta meg a Napsugár király szerepét. Úgyhogy aztán édesapám, mikor beült, tudod, akkor mondta, ott ült a többiek mellett, és mondta, hogy a fiam, a hangja, hogy mondja. Igen, így történt, hogy igen, ez volt az iskolai utolsó. Aztán különböző ilyen fiatal ifjúsági énekkarok mellett, aztán én is szépen lassan mutáltam, visszakaptam azt a hangomat, ami aztán már tenor lett, és így indultam ilyen iskola, tehát ilyen zeneiskolákon keresztül, hogy végül is aztán komolyabb feladatokat kaptam. És a testvéreid, mert ugye azt mondjuk el, hogy ti hárman vagytok testvérek, igen, de hogy nagyjából mind a hárman ezen a zenei pályán maradtatok. Így van. Hogy az ő indulásuk, vagy az ő kezdeteik, az ő szülői indítatásuk, az milyen volt, vagy mennyiben tért el a tiédtől? Vagy hogy te voltál kiemelve, leghangosabb? Énekhangilag megvolt mindegyikben, a nagyon szép énekhangja volt Katalin húgomnak is, aki jelen pillanatban is él, és nagymama, és üdvözöljük az adásból is őt szeretettel, és a bátyám, ő már az égi kántorok között, igen, imádkozik érettünk, és úgyhogy szó szerint, úgyhogy őt ugye ő innen, ő onnan üdvözöl bennünket. Hát így aztán ő az állami, a Kugoma Állami Népi Együttesnek lett a tagja, mielőtt a KISZ Központi Művész Együttesbe felvételt nyert, és már az első versenyre, a Redzói versenyre már elvitte őt, a Lantos Rudolfnak hívták, akinek fölvette a nevét, most már ez a kórus, Budapest Lantos Kórus lett a neve. A bátyám, ő pedig hát inkább így zeneileg akart előre jutni, mert a művelődési központban Pécelen laktunk mi 18 évig, és akkor ott voltak a zenés rendezvények. És a Dezső megvárta, még a zenekar szünetet mondott, hogy most szünetel a zenekar, és akkor ő megkapta ezt a lehetőséget, hogy odaülhetett a zongorához, és gyakorolhatott. Addig csinálta ezt, hogy mi, amikor én még fiatal, tehát úgy értem, ifjúsági énekkar, ami majdnem úgy tevődött össze, mint a másik, csak már akkor már mi már fiatal emberek voltunk, de ez mindez Gödöllőn volt a kastélyba, és volt egy ilyen följáró híd Gödöllőn az állomás fölött, és akkor mondta nekem a bátyám, hogy ő odaadja nekem az ebédjegyét. Én nem tudtam föl se fogni, ugye, csak örültem neki, mert nagyon jó étvágyú fiatal ember voltam. Nem kérdeztem tőle, hogy miért adja. Hát akkor már már ez a sok éjszaka, tehát kirukadt a gyomra magyarul, ami ugyanolyan dolgokkal, úgy néz ki, mintha részeg lenne. Ezért aztán nagyon-nagyon hosszú idő után ott a híd alatt a állomás főnök jó voltából végül is bekerült a Szent László kórházból, megmentették őt. Csak azért mondom, hogy ő nagyon sokat éjszakázott, és így lett neki ez a... De aztán elvégezte a kántorképzőt, hogy... De nem volt ez rizikósabban az időszakban? Hogy mi? Hát itt a rendszerváltás előtti korszakról beszélünk. Abszolút, igen. Hogy akkor kántorként, akkor egyházi munkásként
Ő hogy tudott elindulni? Hát igen, édesapánk segítette őt ebbe, mert őt meg szerették volna, hogyha tanul énekelni, és az anyám azt mondta neki, mert féltette, hogy vagy a énektanulás, vagy a gyerekek és én, és mivel hogy szeretett bennünket, azt mondta, hogy jó, akkor hát majd a gyerekeim. Jó, de ez most apukád volt. Igen. Ő ezért mondott le erről a művészi pályáról. Hát, értetek? Jó, végül is tényleg igen, így van. De akkor a bátyád Dezső, aki kántor lett, aki egyházi dolgozóként kezdett el dolgozni. Igen, kántorképzőt végzett. Tehát azért abban az időszakban azért nem lehetett könnyű ezzel elindulni. Ez így is van. Tényleg ő segítette és támogatta őt. Igen. Hát így szóródott el a három gyermek, hogy ő a húgom, a Katalin gyógyszertárban érettségivel dolgozott, onnan került a Kisközponti Művész Együttesen keresztül az Állami Népi Együttesben, nagyon szép mezzoszoprán hangja volt, és így került, mondhatni tényleg, hogy hivatásosan énekesnek. Akkor én már a Honvéd Együttesnél voltam. És te hogy kerültél a Honvéd Együttesre? Na, ez is nagyon érdekes, mert itt van az édesapánk, mert ő a Rudgyanta gyárba, a gumigyárnak a férfi karába énekelt, és az dirigálta őt, aki másodkarnagya volt ennek a Honvéd Művész Együttesnek, a Néphadsereg Művész Együttesnek így hívták akkor, igen. És mondta, hogy te Béla, ugye, mert Pődör Béláról beszélünk, ő volt a karmester, van nekem egy fiam, akinek szép hangja van, és szeretném, ha meghallgatnátok, hogy, és ezzel is segítenétek az én apoi, hát hogy mondjam, küszködésemet, hogy hogyha megfelel, akkor úgyis megfelel. Hát elérkezett a napja, hogy én oda kerültem, de már katonaság után, mert akárhány alkalommal írtam be levelet, meg írt nekem a Néphadsereg Művész Együttes, nekünk mindig volt valami éles lövészet, vagy valami, tehát nem tudtam úgy menni. De a katonaságot is ellógtad, azért ott is voltak azért ilyen énekléshez köthető. De ez nem lógás volt. Hát nem, kibújtál azért külön, minden. Külön. Nem, ott nem voltam ilyen kinevezett. Ott volt egy énekkar, és akkor a Péntek Lajos, akinek most is meg lehet találni a felvételét, nagyon szép nótákat énekelt, ő vezette ezt a dolgot, és bejött a laktanyába, és ott egy bizonyos helyen, körletben megtartotta az énekkart. Igen. És akkor így kerültem én szépen lassan a Néphadsereg Művész Együttesbe, egy nyári nap volt, emlékszem rá, Verespálni utcában voltak, és én egy rövid, nagyon rövid nadrágban voltam, egyébként nagyon jó lábam volt, csak azért mondom, hogy jó lábam volt, jó rövid nadrágom volt, és volt egy ilyen blúzom, ami még a mellszőröm is kilátszódott, mondom, meleg volt. Hát olyan kordásad. Tehát, igen, nem egészen annak a megfelelő, tehát egy ilyen meghallgatásra megfelelő ruhával, ott, míg a többiek meg így, nem? Zakóba, hosszú nadrágba. Akár más, még tovább is mehetünk, mert még volt rajtuk ünnepi fekete ruha, és akkor, mikor visszajöttek, úgy értem, hogy kijöttek a meghallgatásból, akkor bizony lógatták az orrukat, hogy hát nem sikerült nekik. Engem megláttak az ablakba, lógázza a lábát, biztos valami műszaki. Na hát így történt, hogy behívtak. És a Kis Pista, így hívták, és kis Istvánnak hívták, azt hiszem alezredes volt a rangja, mondta, hogy mit énekel nekünk az elvtárs. Na, miután ugye nyilvánvaló, ugye bemutatkoztam, és mondtam nekik, hogy a kiskereki betyárcsárdát szeretném elénekelni, mert azt hallottam, nekünk volt egy Duna vagy egy Tisza kis televíziónk, én akkor hallottam, és aki ott énekelte, én őt ugye nem ismertem, az úgy hunyorgatott a szemével, azóta már jól tudjuk, hogy az ember az operaháznak az igazgatója is volt, sőt, még a Bánkbánban, még a
a főszerepet a Bánkot is énekelte, mert az Erkel Ferenc az bariton fekvésbe is leírta, oly annyira, hogy most nem olyan régen az Operaházba is bemutatták a bariton szereppel ezt a, ugye te bariton énekelte a szerepet, a főszerepet, igen. Na hát így történt, hogy elénekeltem, azaz, hogy elkezdtem volna énekelni, és mondta a kis Pista, hogy azt nem ismeri. És én ott rövidnadrágban, fiatalemberként, ugye 30 éves voltam, mondta, hogy azért majd elkezdem, és megismeri. Csodálkoztak nagyon, összeültek, tudod, hogy ilyen magabiztos, ilyen tudja. És valóban tényleg megismerte, és végig kísérte, és akkor kérte a Pődör Bélát, hogy engemet, hogy skáláztasson. Akkor skáláztatott, és akkor mondta, hogy egy kicsit menjek ki, mert megbeszélésük van. Na, aztán visszahívtak, és mondták, hogy megfelelek, és így kerültem a Néphadsereg Művészetgyűjtésnek a férfi karába. És akkor utána jött Pécs? Nem egészen, tulajdonképpen jól mondod, mert Pécs jött, de hát ugye ahhoz azért egy jó pár év. De Pécsre volt. Már szólóénekesként kerültél, vagy igen, még kórusba? Igen, nem, ott kifejezettem már, sőt majdnem, hogy mondhatnám, hogy szerepre. A Breitner Tamásnak hívták a zeneigazgatót, és azon az operaházi meghallgatáson több zeneigazgató is ott ült a meghallgatók között, igen, és többek között a Népszínház Opera Társulatának is az igazgatója, aki már akkor tulajdonképpen szemet vetett rám, de mivel hogy a Breitner Tamás elvitt Pécsre, úgy ezért ott kezdtem 74-ben ősszel. Igen. 77-ben ugye kerültem Debrecenbe, mert ott volt egy Debrecenből egy vendégrendező, Kertész Gyulának hívták, és ő jó voltából, 8 évig Debrecenbe voltam. Igen. Debrecenben miket játszottál? Jaj, hát Debrecenben. Mert ott Pécsen sima társulati tag voltál, Debrecenben meg már az opera társulatnak voltál a tagja. Tulajdonképpen a Pécset is a Pécsi Nemzeti Színház opera társulata voltam, és ott is sok-sok olyan szerepet játszottam, ami először persze kisebb szerep volt, hogy megismerkedjek ugye avval, hogy milyen a színpadi lét, meg hogy én ugye hát egyáltalán fölfogjam, meg hogy megfelelek-e erre a dologra. És akkor, amikor Debrecenbe kerültem, kérdezed a dolgokat, kérlek szépen Pillangó kisasszonyba a góró, nakodó, igen, ami tulajdonképpen ez egy házasságkötőt jelent japánul. És hát, ez volt az első szerepet Debrecenben, a Pillangó kisasszony. Igen, többek között igen, és nem sokkal utána, egészen komoly, a Erkel Ferenc Hunyadiba az 5. László szerepét énekeltem, ami már egyáltalán nem játék, mert akkoriban pontozták a szerepeket, és a 10 pontos volt a határ, 9 pontot kaptunk például, kaptam én például erre az 5. Lászlóra. Tehát ez azt jelenti, hogy olyan hasonló elbírálás alatt volt, mint a főszerepek. Ez a, és akkor 8 év Debrecen, így van. Utána a Népszínház Operatársulat következett, és a Népszínház Operatársulat folyamán már engem akkor a operába már hívtak. Én 78-ban már az Erkel Színházba debütáltam, szintén a Hunyadinak az 5. László szerepében. Na de várjál, akkor 77-től voltál Debrecenbe, de mellette itt is voltál az Erkelbe? Nem ilyen pillanatok alatt, hanem úgy, hogy 77-ben voltam én a Debreceni Csokonai Színház Operatársulatában. De aztán utána olyan rendezők jöttek, mit tudom én, mint a Mikó András, aki egyszerűen ugye, aztán meg olyan igazgató, mint a vala majd nem sokára lesz ugye a Petrovics Emil,
akkor még csak mint szerző jött oda Debrecenbe, és a darabját, a Szelagert, akkor én énekeltem a Vizavét, ami szintén egy nagyon nehéz tenorszerep. Amit majd itt is énekeltél Pesten az operába. Igen, igen. A Petrovics nagyon-nagyon elismerte a Vizavébe a szereplésemet. Holott a Kerényi nem könnyítette meg, mert egy ilyen 6 méter magas ilyen toronyba tett bennünket. Igen, arra emlékszem, meg a jelmez is elég jellegzetes volt. Igen, hogy joystickkal kellett, ugye is hogy mondjam, azokat az utakat bejárni a színpadon, úgyhogy bizony nem volt véletlen, hogy fértek a zenekarba, hogy ugye bedőlök ott a toronyostól mindenestől, de nem dőltem meg. És akkor az operába hogy kerültél fel? Jaj, az operába, hát ott már az egészen, a Népszínház Operatársulatából mentünk külföldre, és nekem akkor még Debrecenben a Petrovics megígérte, hogy ha operaházba igazgató leszek, hogy föl foglak venni. És valóban nem felejtette el, és hát tulajdonképpen így kerültem, hogy ő nem felejtette, én meg oda kerültem. Úgyhogy még a Népszínház Operatársulatában még énekeltem a szerepeket, és akkor már közben már 4 szereppel már én akkor már az operába énekeltem. És akkor az operába az évek hogy teltek? Hát ugye akkor már ti voltatok, érted? Az már az sokat jelentett. Én igen, mert neked ingáznod kellett Debrecen meg Pest igen, között, tehát igen, hogy mi akkor még ott laktunk lent, igen, úgy azért az megterhelő volt. Így van, és nekem még gond volt azért az is, hogy egy albérletbe elhelyezkedni, de jó pár albérletben voltam, amire végre a szakszervezet, ahol ti is voltatok kint Kispesten, hogy a szakszervezet adott egy albérletet, ahol lehetett ugye nyugodtan, de addig nagyon, nagyon sok szép albérlet. Jó, de most a szép operaházi évekről igen, beszél, igen, de azok voltak albérletekről. Jó, nem is akartam én annyira az albérletekről, csak sokat számít, tudod, hogy honnan mész, hova mész, és akkor ugye utazol hétvégén vissza. A 84-ben felkerültél az operába. Igen, 84-ben. Igen. És akkor volt valami olyan szerep? Vagy a színészektől mindig ezt szokták megkérdezni, hogy volt-e szerepálma? Neked volt szerepálmod? Én szerintem biztos mindenkinek van. De neked mi volt? Én mindenképpen szerettem volna egy olyan szerepet, hát ugye már a Népszínház Operatársulatában én már énekeltem a Donizetti Ezred lányába a Tóniót, a főszerepet. Tehát nekem nem lehetett sokkal alább menni az operaházba is. Na de hát ott voltak, akik énekelték helyettem a szerepeket, úgyhogy nekem azt el kellett érni. Úgyhogy mikor én oda mentem, akkor én még csak a Richard Strauss Szalomébe a negyedik zsidót énekeltem, akkor hát változatlanul a Bánkbánba az Ottót, amit ott is énekeltem, Debrecenben is, és akkor a mesterdalnokokban, a kismesterek között a Zorn nevezetű, Ónöntő volt a neve ennek a szerepnek, és egy jó pár, sok-sok új jött, ami közben engemet, nem is olyan sokkal, hogy oda kerültem, meghallgatott a Lamberto Gardelli. A végzett hatalmát tanultuk éppen 214-es szobában, amikor azt mondta, hogy mielőtt elutazom, szeretném meghallgatni. És ő kivitt volna magával? Nem is erről volt szó, hogy az se lehetetlen, hogy kivitt volna, de ő már nem nagyon mászkált, tehát ő itt volt Pesten, tehát ő nagyon-nagyon jól értette az olasz operákat, ott is a végzett hatalmával voltunk éppen próbáltuk, és a kocsma jelenetben leállítottam, mert valószínű, hogy meg kellett, hogy mondja nekem, hogy mielőtt elutazik, meghallgat. És meghallgatott? Meghallgatott, Veszprémi András volt a titkár, és mondhatni, hogy nem sokkal utána meghalt. Lamberto Gardelli meghalt. Először megismertük azt a pillanatot, hogy fölköszöntsük őt, a jubileumát, ugye, hogy ide került, nagyon fiatal volt, amikor még ide került Pestre, Magyarországra,
és egyszerűen csak, hogy a következő alkalommal, na, annak ellenére, hogy még annyi ideje volt, hogy a Rossini Mózesben még adott nekem egy szerepet, egy megbízást, igen, sőt, még Görögországba is szándékozott elvinni a végzett hatalmával. De utána volt Debrecennek egy szép gesztusa feléd, nem? 2004-ben. 2003-ban, igen. Prokofjev. Igen, igen, igen. Prokofjev eljegyzés a Kolostorban. Igen, a tenor főszerepet kínálta föl nekem, és azért azt tud meg, édes leányom, hogy az nem így történt, hanem a Róka István azt kapta meg először a fölkérést. Ő valahogy úgy érezte, hogy akár az utazás, akár megtanulni, akár nem tudom, a körülmények, szóval így kerültem én abba, hogy engem... Mert ő visszamondta ezt a szerepet? Úgy van, ja. Igen, 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 igen. És hát ő már azért, hát ő azért már egy nagyobb kvalitású énekes volt, ő ezt megtehette, mert aztán később ugye a gyerekei is ugye zenekarba dolgoztak, és a akadémián is tanár volt. De a Debreceni Színháznak volt a tagja? Róka? Ő nem volt soha, igen, nem Róka, rosszul mondtam a nevet, Rozsos. Ja, Rozsos István. István. Igen, 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 igen. Azért mondom, mert a Róka az volt, mintha lett volna Debrecenben, nem Pécset, bocsánat. Igen, igen. Szándor, olyan sok, hogy beszéltünk erről a munkásságodról, hogy akkor mondtad, hogy készülsz egy Reményik verssel. Igen. Akkor ezt szeretnénk meghallgatni. Köszönöm szépen. Merre kell fordulnom? Szerintem így pásztáz, és akkor majd valahol megáll a tekintetet. Ja, jó. Reményik Sándor. Örök tűz. Egy lángot adok. Ápold. Add tovább. Csillaggal álmodik az éjszaka, és lidércfénnyel álmodik a láb. És örök tűzzel álmodik a szívem. Egy lángot adok, ápold, add tovább, és gondozd híven. Egy lángot adok, én is kaptam azt, messziről, mint mennyei vigaszt. Egy lángot, mely ápol, mely forraszt és összefűz. Én jártam a Veszta ledőlt templomában, s a lelkem lett a fehér Veszta szűz. Földindulás volt. Megindult a hegy, és eltemette a kis templomot. De a lángot nem bírta eltemetni, én égvel eltem ott. S hozzá imádkoztam, benne hittem, s mint a lovag a szent sírban a gyertyát égve hazavittem. Azóta szívem mélyén ég, ragyog, e vihar súlyt a szél lengette láng, és nem oltják el semmi viharok. Egy lángot adok, ápold, add tovább. Csillaggal álmodik az éjszaka, és lidércfénnyel álmodik a láb, és örök tűzzel álmodik a szívem. Egy lángot adok, ápold, add tovább, és gondozd híven. És akkor most, visszatérve az opera múltra, Bánkbán hazám hazámján, fogod el énekelni. Igen, meg. Megyünk. Száműzött ki hangorol a sűrű éjjel át, s vad förgetek bennem lelé vezérlő csillagát. Az ember szív is úgy bolyong, oly egyes egyedül, úgy tépik ünt az orkán, mint az önvád itt belül. Csak egy nagy és éltetett sok gond és gyász alatt, hogy szent hazám és hős nevem szeplőtlen megmarad.
Várlak itt a válaszoló székben. Szia! Azért érdekes a ti kapcsolatotok, mert hogy ti együtt játszottatok valamikor régen, nem olyan régen, az Erkel Színháza meg az Operának a színpadán. Ez így van. Én miután nagyon-nagyon régóta vagyok a Magyar Állami Operaháznál, 87-ben. És te hogy kezdtél? Kerültem oda. Hát én igazából zenésznek tanultam. A gyerekkorom óta másodikos koromban kezdtem el hegedülni tanulni, és a konziba felvételiztem általános iskola után. Oda már Brácsa tanszakra felvételiztem a Bartók Bélában. Sikeres is volt a felvételén, de ezek után inhüvelygyulladást kaptam. Rögtön a felvételi után? Hát az első évben. Tehát sokor. Egy évet jártam le a konziba, és viszont a szeretettel meg a zene szeretette, a színház szeretette már akkor megvolt, és így úgy döntöttem, hogy szeretném megpróbálni, hogy bejussak a színházba a statisztaként. De nem volt ez nagyon nagy fájdalom, hogy ez a zenész karrier így De ez egy nagy törés volt akkor az életemben. Elég gondban is voltam, hogy mit fogok vele kezdeni utána, mert ez azért az ember másodikos kora óta, pici gyerekkora óta valamire készül, akkor ez úgy 14 évesen pláne akkor éri, vagy 15, hogy ez nem lesz. Akkor anyujéknak nem volt túl könnyű dolga velem, mert egy fél évig tulajdonképpen mindenre használhatatlan voltam, de beirattak egy közgazdasági szakközépiskolába, és hát azt ott mondom, az első fél évben így a poklok-poklát végigállták velem a szülők, de aztán utána megemberelve magam végül is azt végeztem el. De azt tudtam, hogy nekem csak az életemben az kevés lesz. Tehát, hogy nekem mindenképp valamilyen úton, módon a zenei és a színház környékén kell, hogy maradjam, mint családindítatásból is és mindenből is. És mivel kezdtél el foglalkozni? Mi volt a kenyérkereső szakmád így hirtelenjében? Hát igazából én közgazdasági szakközépiskolát elvégeztem, és utána én hát pénzügyi területen dolgoztam mindig, vagy könyvelési, vagy pénzügyi területen. Először ilyen kisebb cégekben dolgoztam, majd utána, hát most már elég régóta, tehát majdnem 20 éve a közigazgatásban dolgozom. Jelenleg is főállásban pénzügyesként dolgozom, önkormányzatban is az voltam, most pedig a fővárosi kormányhivatalnál is. De azért te a színházban, a nézőtéren is elég fontos szerepet töltesz be hosszú évek óta, hiszen csoportvezető vagy az Erkelben is, a Margit szigeten is a nézőtéren. Hogy ez a kettő hogy egészíti ki egymást, vagy hogy hozhatja az egyik a másikat?
Hát igazából ez szerintem az évek alatt alakult ki, mert hogy én 2004-ig én statisztaként dolgoztam, tehát én a színpad belső felén dolgoztam, és 2004 utántól kerültem ki a nézőtérre, hát és sok-sok tapasztalattal, tehát nagyon érdekes világ egyébként kint is, tehát nagyon szép fönt csillogni és az egész műfajt onnan megismerni, de legalább olyan érdekes az előadásokat kívülről megnézni, én úgy gondolom. És ugye az emberekkel találkozni, mert végülis ez a közönségről igen. szólna valahol ez a... És mi találkozunk nézőteresek először a közönséggel. Igen. És a véleményeket is mi kapjuk meg, és nem az énekesek, hát ők is gondolom, meg a színészek is, de azért mi első kézből kapjuk meg a véleményeket. Hát igen, ez az első szűrés, de nem vágysz vissza a színpadra? Mert azért nehéz ettől elszakadni. Elszakadtál egyszer már zenészként, elszakadtál másodjára 2004-ben, mikor le kellett jönnöd? Igazából de, nagyon nehéz, de meg kellett érteni, hogy az életem meg a munkám úgy alakult, hogy ezt könnyebben tudom a kinti világban tovább kamatoztatni, és ezért úgy gondoltam, hogy akkor ez a nézőtér, és hát ugye az évek alatt, ahogy az ember egyre többet dolgozott, egyre több tapasztalatot gyűjtött, így lettem. A csoportvezetőt pontosan helyettesként dolgoztam nagyon sokáig a nézőtérem, és hát a Margit sziget az meg egy külön lehetőség lett emellett. Az egy véletlen folyamán alakult, és nagyon nagy örömmel vettük, mikor be tudtunk kerülni oda is a nézőtéri dolgozók közé, és szintén egy megint egy másfajta világot ismertünk meg, mert ugye ott azért a turisták, a külföldiek, az egészen más, mint a kőszínházakban, de az is egy nagyon érdekes világ. És így hogy tudod összehasonlítani a kettőt, hogy mondjuk az Erkelben nektek, te az Erkel színháza vagy, ott nagyon sok a külföldi. Tehát a különbséget a külföldi meg a magyar nézők között hogyan tudnád ábrázolni? Mert szerintem ég és föld a kettő. Hát igazából talán annyi a különbség, amit én észrevennék így a külföld és a magyar közönség, hogy a magyar közönség tudatosabb. Tehát ők, ha szeretnek egy darabot, akkor eljönnek, és arra mindenképpen meg szereposztás függőbbek, a turisták meg megnézik, hogy éppen aznap mi megy műsoron, és beesnek. Nekem nagy fájdalmam továbbra is a turistáknál ez a kinézet. Tehát, hogy hátizsákkal, rollerral, tehát ami, tehát nem a színháznak megfelelő jönnek sokszor. De ez eluralkodott az egész is. Világon igen, is, igen. Tehát ez tudom, igen. hogy így van, de ettől még nekem valahogy egy picit hozzátartozik. Igen, mert elvesztette az ünnep jellegét, de ebbe is különbség van a szabadtér, nem, meg a kőszínház igen, között. Igen, abszolút. Abszolút, mert a szabadtérre nem, tehát nem ugyanaz a protokoll vonatkozik. Tehát ott azért a nevében is, ahogy benne van, szabadabban is öltöznek föl az emberek. Ugye, ha hideg van, akkor kabátokkal, takarókkal, pokrócokkal készülnek, tehát azért mindenképp más. És a szabadtérnek még egy hihetetlen előnye nekem, hogy nagyon sok műfajjal találkozhatunk igen. ott. Tehát, hogy nem csak, mert ugye az életem nagy részében opera, viszont ott találkozhatom mindenféle könnyűzenei programmal, drámai produkciókkal, szóval mindenféle vegyes produkciókkal, és azért ez így jó. Én most egy kicsit kíváncsi vagyok a gyerekkorodra, meg erre, hogy elszakadtál így a zenész léttől, hogy nem próbáltad valami másik területre átmenteni ezt a tehetséget, vagy ezt az indítatást? Hát én már nagyjából akkor mindennel próbálkoztam, tehát én próbáltam egy kicsit énekelni, de hát sajnos miután dohányzom, és dohányoztam viszonylag fiatal korom óta, én ezt sikeresen eldohányoztam ezt a hangot, bár akkor sem volt túl magas hangom, én mindig énekeltem is, meg bárdos kórusba jártam, én is a Kisközponti Művész Együttesbe jártam egyébként, akkor az volt nagyon az általános hely, ahol lehetett ilyeneket csinálni, de aztán utána így abban maradt az éneklés, és mondom, maradt az, hogy nekem mindenképpen valamit a színházban kell csinálnom. Volt olyan két év is, amikor egyéb problémák miatt nem tudtam a nézőtéri dolgozókkal együtt dolgozni, de akkor is sikeresen bejöttem, és könyvet árultam az Erkel Színház nézőterén,
mert akkor nem fértem be a csapatba, de én meg nem voltam hajlandó otthon maradni, és ezért könyvet árultam az Erkel Színház nézőterén. De érdekes ez, hogy ennyire nem tudtál elszakadni. Nem, tehát ez valószínűleg a család miatt sem, meg úgy nem. Tehát én ezt szeretem, ezt a világot. És hiába fárasztó, hiába dolgozom sokat, mégis szeretem ezt a világot. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy azért neked is ott van a szürke hivatali éned, utána felcsatolod rá ezt a színész, de még van valami, amiről még nem beszéltünk, mert hogy a te életedbe egy meglepetésként, egy ajándékként jött a... Hát igazából gondolom a filmre gondolsz, ez egy teljesen véletlen történet. Én volt egy 2 éves kitérőm a Magyar Színházba, ahol én jegypénztárosként dolgoztam, de azért ettől függetlenül még akkor ebben az időben is természetesen kisegítettem az Erkel Színházba is, mert ugye az ember nem szakad el. És egy teljesen váratlan telefonhívásra kollégáim hívtak, hogy keresett egy hölgy a pénztárban, én aznap nem dolgoztam. És akkor nem adták meg neki a telefonszámomat, hanem nekem adták a hölgy számát. Fölhívtam, és kiderült, hogy egy filmes produkcióból egy rendező hölgy. De mi futott át közben az agyadon? Miért kereshettek? Igazából abszolút fogalmam nem volt, hogy miért kereshetnek, mert ugye én nem dolgoztam aznap, pénztárban rendben volt minden, tehát így az embernek ilyenkor minden átfutott, de az semmiképp nem, hogy egy filmhez kérik meg, hogy esetleg van-e kedve csatlakozni. És hát végül is ez volt, igen, hogy egy rendező hölgy megkérdezte, hogy volna-e kedvem egy készülő magyar filmben részt venni. Először úgy nézett ki, hogy statisztaként. És akkor mondtam a hölgynek, hogy igen, nem kellett castingra mennem, de egy próbafelvételt csinálni kell, mert hiába van a színházas múlt, azért a kamerák előtt egészen más az élet, egészen más, amikor az embert így közelről jönnek a kamerák, mint egy színháznál. De ott mi van a próbafelvételen, azt mondjuk el, hogy aki a próbafelvételen nekem adtak egy feladatot, amit ott attól kellett improvizálni, igen, és megoldani, és azt fölvették. Innen-onnan minden nézetből, és elküldték a rendezőhölgynek. És majd a rendező hölgy 2 napon belül visszaírt, hogy rendben van, neki nagyon tetszik, és szeretné, hogyha szerepelnék egy pici szereppel a filmben, de akkor abban lenne egy pár mondatom is. És ez a szituáció kapcsolódott a filmhez? Igen. Igen, tehát ott egy picit így utólag tudtam, hogy, vagy utólag láttam, hogy a szituáció hasonló, igen, mint a filmbeli. Igazából akkor derült ki számomra, hogy egy nővért kell a filmben játszani, de az is nagyon-nagyon izgalmas feladat volt, és ez igazából nagy ajándék volt, mert ugye abban a világban is egy picit belecsöppenhettem, és megnézhettem, hogy egy film világa, vagy hogy készül egy film, mik a hátterei, de az is egy nagyon izgalmas. De mi volt ott, ami meglepett, vagy ami úgy hatott rád, hogy ezt az élményt vitted magaddal? A forgatáson, igen. A forgatáson igazából bennem rengeteg izgalom volt, meg úgy nem tudtam elképzelni, hogy egy-egy ilyen kocka, meg bármi, hogy készül el. De azért ez így nagyon izgalmas volt. A lényege inkább az volt, hogy annyiból éreztem másnak, mint egy színházi szituációt, mert azért hiszen én 20 évig voltam, igen, színpadon, igen, tehát nem annyira meglepő dolog, de mégis egészen más a színpadon, ott azonnal kell bármit megcsinálni. Tehát ha ott elesem, akkor elestem, de viszont egy forgatásnál ott szembesül az ember, hogy azért ezt többször felvesszük. Tehát ha elestem, majd legközelebb reméljük nem fogok. Tehát ennyiből szerintem egy picit könnyebb világ nekem, ez volt az, ami ilyen tapasztalatilag meglepő volt. És voltak utómunkálatok, amikről beszéltél? Igen, egy filmnél is mindig vannak utómunkálatok. Az egy szerződésben mindenkinek általában benne van, hogy esetleg utószinkronra kell menni, vagy amit szintén az embernek fogalma sincs. Tehát ugye hiába színház, hiába fogalma sincs, hogy egy filmben mit csinálnak, meg hogy csinálják. És hát ezen az utószinkronon is részt vettem, és itt is rengeteg érdekességet és kulisszatitkot tudott meg az ember a film. Hogy néz ki az utószinkron? Mikor saját magát szinkronizálja az ember? Mert ugye sokszor lehet látni képeket színészekre, hogy állnak ott a sötét szobába, rajtuk van a füles, de hogy ez a valóságban hogy néz ki? Hát ez a valóságban nagyjából így, mert az ember megnézi azt a jelenetet, megmutatják neki azt a
kettő percet, vagy azt az egyet, vagy azt a hármat, amit majd le kell szinkronizálnia. És ott a mozdulatokat, mikor, merre beszél a szereplő, és akkor utána elküldik a sötét szobába, igen, egy ilyen teljesen süket szobába, előtte van a mikrofon, egy fülhallgató a fején, és egy monitor, amin szintén látja a képet, és csak a fülesen kapja az információt, hogy most elindítom, stb. És akkor ott van egy ilyen rész, amire rá kell tudni mondani azt a szöveget. És akkor megkaptad a saját szövegedet? Vagy? Hát igazából ez egy rövid mondat volt, tehát amit nekem ezt itt meg kellett csinálni, tehát ezt így nem volt probléma, tehát ezt így, de igen, tehát elviekben le tudják tenni az emberek oda a szöveget, hogyha úgy van, hogy tehát, hogy ne hibázzanak közben, mert azért ez valamennyi izgalommal szerintem minden ilyen szereplés jár. Én nekem nagyon hosszú idő kellett, hogy színpadon is, hogy ilyen teljesen lazán, otthonosan mozogjon az ember, de ilyen film, meg tévé, meg bármi, azért ott szerintem mindenkinek van egy egészséges drog benne. De a színpad izgalmat, azt hogy tudtad leküzdeni? Hát én szerintem a nagyon sok idő, meg szerep, meg hát ugye rengetegszer csináltunk meg egy darabot, és hát ugye a próbák alatt is színpadon van az ember, csak hát ugye azt a nézők még nem látják. Igen. De azért mondjuk egy és régebben azért nagyon hosszú próba folyamatok voltak, tehát ilyen két hónaposak. És azért az megteszi a hatását. De abban is talán én a próbaidőszakot talán azért szeretem még jobban, mert ott a semmiből, ahogy elkészül egy darab, az szerintem maga a csoda. Nekem legalábbis biztos. Igen, tehát azért ez is különbség, nem? Hogy a színpadon van egy folyamata annak, mondjuk, hogy elkészül a torta, nem? Így van. Tehát megfőzöd a pudingot, felmelegíted a tejet, míg a film ez az instant pudingoknak a leképezése. Abszolút. Ugye, rögtön csomómentesre kész. Igen, tehát azért az, meg hát ott azért annyira nem látod át a folyamatot, tehát ezt a színházban sokkal jobban átlátod. Igen. Igen. Ez sokkal jobban átlátod, és hogyha ezek után az ember így kerül ki a nézőtérre, hát az már egy picit nehezebb dolog, mert az ember egészen más szemmel néz meg egy előadást, mint egy olyan ember, aki nem csinálta ezeket belül. Igen. Igen. Mert ott a varázslat meg a csoda megvan, és legyen is meg az embereknek, mert én úgy gondolom, hogy ez akkor jó, hogyha az a varázslat meg a csoda megvan az embereknek. Hát nekünk azért már egy picit nehezebb ezt a csodát megélni, de meg lehet. Meg lehet, de ezért mi látjuk a kulisszák mögötti akár hibákat, akár jóságokat. De ezt nekik kell, a nézőknek kell a rózsaszín ködben. Ez így van, abszolút, és én ezzel maximálisan így értek egyet, hogy a nézőknek kell, hogy tetszen, a nézőknek kell, hogy élvezzék az előadásokat. Az már csak habatortán, ha bent lévők is élvezik ezt. Igen, igen. Köszönöm már... szépen, Gabi. Én is köszönöm. Akkor most hallgassuk meg újra Kecskés Sándortól Rossininek a Stabat Materét. Igen. Thank you.
Te vagy a legfrissebb itt, bár neked is van azért színházi múltad, kis művésznő vagy, elmondod ezt, hogy... Igen, az túlzás, hogy színházi, de nagyon sokat táncoltam, modern táncoltam, balettoztam. És ezt miért hagytad abba? Hát ez Békés Csabán volt, még mert Békés Csabai vagyok, és az egyetem miatt ugye fel kellett költözni. Mit Pestre. Tanulsz? Jogásznak és közgazdásznak tanulok. És ez hogy kapcsolódik a színházi működésedel, mert hogy te is a többiekkel dolgozol az Erkel Színházban. Igen, a volt lakótársam kezdett el dolgozni az Erkel Színházban, és az ő javaslatára jelentkeztem én is, illetve aztán valahogy diákmunkásként jelentkeztem, de akkor nem mentem végül, és utána jelentkeztem újra, és most olyan május óta dolgozom ott. És amikor látod ezt a sok balettet, akkor nem sajog egy kicsit a szíved, nem vágysz vissza a színpadra? De igen, nagyon. Most nyár körül kezdtem már gondolkozni azon, hogy jelentkezem újra balettozni, és már ki is néztem a balettiskolát, ahova szeretnék járni. Hol lehet ezt elkezdeni? Vagy hol lehet ezt folytatni így, hogy hát, megszakadt? Néztem felnőtt balettoktatást, és bárki elkezdheti, mindenkinek a kezdőszintről kell indulnia, és utána csoportokba beosztanak, remélem majd feljebb kerülök ott. És akkor vissza lehet így kerülni valamelyik színházba? Ezt még nem tudom. Nem is tudom, hogy szeretnék-e újra színpadra állni, mert azért fájó dolog még ez nekem, illetve nagyon sokáig zongoráztam, 8 évig. És azzal mi lett? És hát egy vizsga előtt álltam, és a tanárom nem igazán szeretett volna elengedni vizsgázni. De miért? Hát azt mondta, hogy ez nem egy ötös, nem is egy négyes, ez csak egy hármas, és ő így nem enged el. Így nagyon sokat gyakoroltam, tényleg rengeteget, és azt mondta, hogy nem. Úgyhogy én akkor ott kisétáltam, és ott hagytam a zongorát, és akkor el is adtuk a zongorát, mert nem ez jó nagy trauma sem. Volt igen. Akkor. Igen. Igen, és hát ez fájt anyáiknak is, mindenkinek, mert terveztünk ezzel. Azóta lett volna lehetőségem zongorához ülni, de nem bírtam. De látod, hogy egy tanár hogy tönkre tudja tenni, és akkor ki tudja, hogy mi lett volna belőled. Úgyhogy keresd egy zongoratanát, és ülj vissza a zongorához, mert ezt így befejezetlenül tényleg nem szabad hagyni. Igen, most az Erkel Színházban a kollégáimtól kértem tanácsokat, hogy meg zeneiskolába jelentkezzek, hogyha újra akarom. Na de ez jó akkor, hogyha ezeket a félbetört
pálya töredékeket egy kicsit visszasöpröd az életedbe, és igen, akkor ott a jog. Igen. A száraz jog, meg a közgazdaságtan. Igen. És ezekkel mit tervezel? Hát a jogra azért jelentkeztem, mert a gimnáziumban magyarból, illetve történelemből tanultuk emelt szinten. És köze nincs hozzá annak, amit tanulsz az egyetemen. Igen. Igen, és azért így adta magát a dolog, de annyira nem lopta be magát a szívembe, ezért jelentkeztem gazdálkodás és menedzsment szakra, mert nagyon hiányzott a matematika az életemben. Ami rögtön visszalopta magát a szívedbe, és kiütötte a jognak a kis igen, teljesen morzsáit. És a közgazdaságtannal szeretnék foglalkozni, és ebben szeretnék elhelyezkedni, de akkor se szeretném otthagyni a színházat majd. Hát ez az, hogy majd ott elemzed a grafikonokat, közben meg hagyjuk tovább táncolsz, nem? Igen. Tehát, hogy azért ez egy szép kerekpálya lesz akkor. Igen. De hát össze lehet kapcsolni a kettőt, mert hát a Gabi is összetudta a pénzügyel. Aztán ki tudja, lát még a zongora, meg a balett is közben jön. Hát na látod, hogy akkor tényleg fel kell kötni a gatyát. Jó van, köszönöm szépen, Anita. Köszönöm szépen. És akkor most a Toszka képáriáját hallhatjuk Kecskés Sándortól. Szeretettel várlak itt velem, magammal szembe. Az egy nagyon érdekes terület, ahonnan te jössz. Mi is ugyan a nézőtéren ismertük meg egymást, de hogy neked sikerült közben kinőni magad, mert diplomáztál, mint színháztörténész, és egy nagyon érdekes területre keveredtél. Így van, én még az egyetemen, a színháztudomány szakon kerültem szakmai gyakornokként a Független Színház Magyarország Társulatához, ahol roma fiatalokkal foglalkozunk. Inkább színházi nevelésnek mondanám, mint színházi társulatnak. De ez mit jelent, hogy színházi nevelés? Vannak saját előadásaink, sokat úgy hozunk létre, hogy ösztöndíjas fiatalok vesznek részt benne, sokat profi színészekkel, illetve van egy fesztivál előadásokra, nemzetközi fesztivál előadásokra épülő oktatási programunk, amiket pedig országszerte próbálunk eljuttatni minél több roma és nem roma fiatalhoz egyaránt. És milyen a fogadtatás? Vagy aki be akar kerülni ebbe a színházba, amatőrként bekerülhet, vagy profi végzett színész
ként kell jelentkeznie? Egyáltalán nem kell hozzá semmilyen végzettség. Nagyon sokszor dolgozunk együtt önkéntesekkel, gyakornokokkal, amatőr színészekkel, akiknek mi tartunk foglalkozásokat, hogy azért az előadásokra valamilyen szinten felkészüljenek. De milyen fajta foglalkozásokat? Vagy mit fed le ezt, hogy foglalkozásokat tartotok? Igazából kicsit lerövidítve, mint ahogy egy színészképzés alatt felkészítjük őket arra, hogy tényleg az előadásokat végig tudják csinálni, hangképzés, mozgás, színpadi jelenlét, ilyesmi. És az időben mennyi? Általában ezek ilyen 5-6 hónapos felkészülések szoktak lenni, de a vége tényleg az, hogy egy előadásban részt vesznek, és a mostani, legutóbbi ilyen előadásunk az azóta is fut. És akkor ők maradnak társulati tagok? Igen, amíg az előadás műsoron van, addig ők mindenképpen tagjai a társulatnak. És milyen a fogadtatás? A nézők részéről, akár mondjuk, hogyha külön választjuk azt, hogy vidék, vagy pedig nagyváros. Általában pozitív, nagyon, bár az tény, hogy viszonylag szűk réteg az, aki a mi közönségünk, de nagyon sokszor megcsináljuk azt, hogy ne kelljen külön választani azt, hogy vidék vagy nagyvárosi közönség van, hogy ilyen közösségi finanszírozásból felhozunk Budapestre vidéki fiatalokat, és egyszerre ültetjük be a nagyvárosi közönséggel a színházba megnézni az előadásainkat, ami ilyen nagyon izgalmasá teszi a hangulatot, hiszen sokszor olyan fiatalok vannak ott, akik még soha nem jártak színházba, mert nincs erre anyagi lehetőségük, egyáltalán nincs is színház a közelükben, és akkor beülnek a budapesti értelmiséggel egy nézőtérre. És pont emiatt, a vegyes társaság miatt nincs félelem a fellépőkbe, hogy milyen lesz a fogadtatás? Nincs, és nagyon érdekes, mert nagyon-nagyon gyorsan tudnak alkalmazkodni a környezethez. Legutóbb is a fiatalok, akik tényleg nem jártak még színházban, nem ismerik azt, hogy kell itt viselkedni, pláne fölöltözni, amit a Gabi említett az előbb. Nem hallotta, amit a színésznő mondott a színpadon, és bekiabált, hogy nem hallom. A színésznő pedig elismételte hangosabban, és senkit nem zavart. Nagyon érdekes, hogy milyen útra valóval mehetnek el ezek a gyerekek, nem? Akik így ebben a formában találkoznak először színházzal. Igen, és ráadásul ugye nagyon fontos, hogy nálunk nagyon sok roma fiatal is játszik, tehát a saját magukat látják reprezentálva a színpadon, ami nagyon fontos, hiszen nincsen roma színház igazából. Amikor romák vannak a színpadon, azok nagyon gyakran sztereotíp szerepeket kapnak, és nincsen meg az, ami talán a polgárosodást nagyon sokszor elősegítette az európai kultúrákban. Nekünk ez lenne a célunk ezzel a színházzal, így nagyon sokszor olyan történetekkel találkoznak ezek a fiatalok, amit mi összességében ilyen brandként, roma hősökként szoktunk emlegetni, a hétköznapi hősök történeteivel. Nem viszik tovább ezt a skatuját? Mikor megpróbálnak más színházakban elhelyezkedni? A nálatok játszó színészek? Nem, mert azért ez talán lassan változóban van, és egyre több színész kap másfajta szerepet is, illetve azért nyilván belátják ők is, hogy a mainstreambe bekerülni az egy kicsit hosszabb folyamat. De mi az ami motiválhat így egy fiatalt? Ehhez a romákhoz tartozom, ki akarok törni, színpadra akarok állni, megkapom ezt a lehetőséget, hogy bekerülhetek a 10 színházatokhoz. Ott mi lehet a következő lépés? Vagy neked ebben az egészben mi a feladatod? A következő lépés az általában az szokott lenni, hogy ők maguk is elkezdenek azzal foglalkozni, hogy hátrányos helyzetű fiataloknak minél több mindent megmutassanak. Az én feladatom ebben inkább a szervezés oldalán van, én pályázatokat írok, ez jelenti az összes anyagi lehetőségünket, mi pályázatokból, projekt alapon élünk, úgyhogy én inkább ebben az oldalában veszek részt, engem sosem vonzott az, hogy a színpadon álljak. Nem? Tényleg nem? És külföldre mennyire próbáltok nyitni, vagy mennyire tudtok nyitni? Akár most, hogyha csak itt a környező országokat nézzük, akár Szlovákiát, akár Romániát. Van több olyan projektünk is, amiben külföldi partnerekkel dolgozunk együtt. Például a Visegrád Fundnál is van egy Szlovákia éppen most partnerünk egy projektben. Illetve ezt az oktatási programot is többször vittük már el külföldre, Belgiumba, Angliába, Németországba. Elég sok helyen tudunk kapcsolódni. És feléjük kell nyitni, vagy inkább külföld nyit, hogy megismerje ezt a programot? Hogy ki a kezdeményező fél? Ez elég változó szokott lenni, de az talán nem akkora nagy titok, hogy azért külföldön sokkal nagyobb az elfogadottsága mind a kisebbségnek, mind a kisebbségi színháznak is.
és tudtok példákat, vagy onnan tanulni valamit, hogy mi az amin el lehet indulni, amit követni lehet? Alapvetően igen, munkamódszerekben nagyon sok, nagyon változó társulattal találkozunk, de nekünk van most egy fő célunk, amit szeretnénk elérni, és ehhez vonunk be partnereket, ez pedig az, hogy egy ilyen ernyőszervezetként az Európai Roma Színházat megalapítsuk. Van még neked egy érdekes kutatási területed, Szelecki Zita. Így van, én a színháztudományt a Károli Gáspár Református Egyetemen tanultam, és Jábor Zoltán, Szelecki Zitának a keresztfia, adományozta a Református Egyháznak a nála lévő hagyaték jelentős részét, amit az egyház aztán továbbadott a Református Egyetemnek, és itt alakult meg a Szelecki Zita kutatócsoport. Igen, és ha te beszélgetsz a kortársaiddal, akkor mondjuk háromból hányan tudják, hogy ki volt Szelecki Zita? Vagy a szüleid korosztályából, mert a nagyszülők korosztálya még ismeri őt, de én nem hiszem, hogy akár mondjuk az én korosztályom is tudná, hogy ki volt Szelecki Zita. Nem, ma már az én korosztályomban egyáltalán nem ismerős ez a név, a szüleimnél még azért többségében megvan. Tehát a Nemzeti Színháznak volt ugye egy nagyon nagy színésznője a II. Világháború előtt, aki aztán politikai okok miatt Argentinába, aztán Amerikába költözött. És ott mi történt Szelecki Zitával? Argentinában megalapította az Argentinai Magyar Nemzeti Színházat, és két évadot élt meg, ha jól emlékszem, ez a színház, ahova minél több magyar darabot próbált bevinni, és nem a komédiákat. Ő pontosan az volt a célja, hogy a magyar kultúrát erősítse, és az ember tragédiáját Bánt mutatott be ebben a színházban, nagyon kevés anyagi lehetőséggel, de az emigrált színészek segítségével. Pedig érdekes, hogy Magyarországon pont ezt a könnyebb vonalat vitte, nem? Változom, nagyon sok szerepe volt, mind színházban, mind filmben is, de kint elkötelezett közvetítőjévé vált a magyar kultúrának. És így, hogy te beleláttál az életébe, ki volt, most leszámítva a történelmi adatokat, mikor született, mikor halt meg, mit csinált, ki volt az ember Szelecki Zita? Ez egy nagyon izgalmas kérdés. Ugye nagyon ez az elfogadott tény, hogy politikai okok miatt kellett távoznia, mert az oroszok bejövetele előtt szavalt olyan verset, ami nem volt megfelelő éppen akkor, illetve nagyon sokan a nyilasokhoz kötik az ő nevét. Hát ennél azért sokkal árnyaltabb az a kép, ami a levelezéséből kiderül. Egy vallásos nő volt, nagyon mélyen, tényleg a színház volt az élete. És milyen levelezések jutottak hozzátok? Itteni magyaroknak írt levelezések, vagy amiket kint folytatott Amerikában? Nagyon sokféle, itthon is, az itthon maradtakkal is levelezett, illetve Németországba, Argentinába, Amerikába. Több olyan levele is van, ami szintén emigrált színésznőkkel folytatott, Rök Marikával, Murát Illilivel. Páger Antal? Amikor kiérkezett Buenos Airesbe, akkor eleinte a Págerék csoportjával kezdett el játszani, de ott volt egy nézeteltérés, ami miatt ő aztán ebből a csoportból végül kimaradt, így vele azért megszakadt a kapcsolata. És ez nem viselte meg, hogy a Págert hazahívták? És hogy a Páger fel lett mentve, hirtelen minden alól? Hogy kellett egy régi sztár Magyarországnak? Megviselni nem viselte meg, neki ez egy nagyon fontos erkölcsi kérdés volt, hogy nem áll vissza abba, ahonnan ő eljött. Így inkább elítélte, mint hogy megviselte volna. És mikor jöhetett haza? A halál előtt néhány évvel, már a rendszerváltás után. És akkor már itt élt? Igen. Vagy csak hazalátogatott? Nem, akkor már itt is maradt. Érdekes ez az egész, hogy menti fel a történelem ezeket az embereket, hogy milyen színben tünteti fel akár Karádit is. Abszolút. De azért azt gondolom, hogy tényleg sokkal árnyaltabb személyiségek ők, mint amennyit így ma látunk belőle. Igen, de hogy például a Karádi miért lett kiemelve? Karádinak a fejére miért került koszorú, miért kapott nimbuszt? És tényleg azt mondjuk Rök Marika, mert őt említetted. Senki nem, állítom neked, hogy 10 emberből, most megint jövök az adatokkal, 10 emberből 9,5 nem fogja tudni ki a Rök Marika. És az idősebb korosztályból se. Igen. Szerintem ennek leginkább a rehabilitációval kapcsolatos okai lehetnek, hogy ki mennyire maradt meg az emlékezetben. De látod például a Págert meg mindenki ismeri. Nem? Tehát, hogy úgy tudják, hogy ki volt a Páger, akár a háború előtti munkássága, akár már a Víg Színház béli dolgai is. Talán jobban kötődött az itthoni
vagy megmaradt a kapcsolata a hazai társulatokkal, és egy kicsit jobban az emlékezetben maradt. A társulatokkal, vagy pedig a felsőbb hatalommal. Akár. Nehéz, ugye? Nehéz akár. Ezt eldönteni így ennyi év távlatából. Köszönöm szépen, Dorka. És akkor most Marchesi Ave Mariáját hallgatjuk meg Kecskés Sándortól. Maradtál. Szervusz! Szia! Köszönöm szépen a meghívást! Köszönjük, hogy eljöttél. Te is, mint Erkel színházas kerültél most ebbe a csapatba, de azért a te életutad eléggé tekervényes, és talán nem is üt el annyira a művészettől, mint ahogy a többieké. Hú, hát attól függ, hogy minek, mit nevezünk művészetnek. Így a színházi munkától. Igen, akkor inkább így fogalmazok. Véletlenek sora 2019-es év számomra, és ez az év 2018 utolsó pillanataiban kezdődött nekem el, és ezek a véletlenek a sorozata is, hiszen egy internetes hirdetést meglátva jelentkeztem az Erkel Színházba már 2019-ben. 0-0-0-1-kor. Igen. És én is meglepődtem, tehát azon, hogy meghívtak, behívtak személyes találkozóra, és utána jó pár hónapra rá elkezdhettem dolgozni a Magyar Állami Operaháznak, és ezen belül az Erkel Színháznak. Ez számomra egy rendkívül nagy megtiszteltetés, és nyilván meglepő is, mert
Tehát, hogyha valaki nekem ezt mondja 2018-ban, hogy én a hőnáhított állami operáznak a munkatársa leszek, akkor én nem fogom azt elhinni, és tényleg nevetek fél órán keresztül rajta. De miért volt ez ennyire hőnáhított? Valahogy a művészetek számomra fontosak lettek az elmúlt években, évtizedekben. De gyerekkorodban is volt erre hajlamod? Elképzelhetőnek tartom, és akkor most kapcsolódok itt az itt látott és hallott produkcióhoz, ha csak azt nézzük, hogy a középiskolába énekórán nem a próba éneklése, nem a boci-bocit, nem ezeket vettem elő, hanem... Mit vettél elő? Erkel Ferenc bánkbányából a hazám hazámat, úgyhogy, és tényleg az énektanárnőtől is elismerést kaptam, és wow, megkaptam ezt, hogy én ezt igen bevállaltam, és ezt mertem, és hogy, és ez azóta is ez a művészet iránti szeretet, ez életem része maradt, és jó ezek szerint, jól tettem, hogy az úgynevezett értékek mellett tettem le a voksomat. De nem vágytál színpadra? Nem tudom. Bizonyos szempontból így a színpadon voltam, már csak a médiát és a televíziózást nézzük, tehát voltam, vállaltam szerepet kamera mögött, kamera előtt is. Milyen feladatokat látsz el? Most egy ilyen kétoldalas önéletrajzot nyithatnék erről, de igazából nincs értelme, tehát műsorvezetőként is dolgoztam már, riporterként, de voltam szerkesztő, operatőri feladatokat is láttam el, rendszeresen vágok műsorokat, interjúkat, dolgozom hangokkal, tehát tényleg holnap délután is sorolhatnám, hogy a média tulajdonképpen összes területén már dolgoztam, tevékenykedtem, láttam el feladatokat, tehát egy sor tapasztalat van már a hátam mögött. És igazából, ha azt nézzük, hogy e fajta kreativitás mellett kikapcsolódásként tekintettem a művészetekre, akkor most még erősebb ez a kontraszt, hogy megmaradt a művészet, az Erkel Színház e fajta kikapcsolódásként, mert nem munkára tekintek az Erkel Színházi munkára, hanem egyfajta ilyen relaxációs folyamatként, hogyha szabad ezt mondani, vagy ilyen kicsit furcsa megfogalmazásban utalni erre. És ugyanakkor ott van az irodai munka, ami pedig a realista, az agyi tevékenységet egészíti ki ebbe az egész nagy történetben. De nem vágysz arra? Nehezen hiszem el, hogy nem vágysz arra, de lehet, hogy nem vágysz arra, hogy a nézőtérről valami kreatíva vagy alkotó munkában vegyél részt? Sok kreatív. Tehát, hogy nem akarsz onnan kitörni? Van persze az embernek megvan az, hogy mi lenne, ha. És mi lenne, ha? De sosem jutottam el valamiért arra a szintre, hogy ezt meglépjem, mert valamiért én nyilván minden embernek megvan a maga kis komfortzónája, mindenkinek megvan a kis hát négyzete, szöglete, dobozkája, és igazából ezen belül jól éreztem magam mindig is. Nyilván, amikor adottak olyan lehetőségek, akkor ezt megpróbáltam, és úgy gondoltam, hogy azoknál a lehetőségeknél, amelyek be is jöttek, ezeknél nem tévedtem. Nem szerettem volna sosem színpadra állni. De egy bánkbán után, egy boci-boci tarka ellenében egy bánkbán után nem akartál színpadra állni? Nem volt meg a késztetésem erre, tehát nem jött úgy, nem volt komfortos. Nem gondolkodtam abban, hogy éneklésre adjam a fejem, tényleg ilyen színházi babérokra törjek. Mindig is tanár szerettem volna lenni, mindig is informatikával kezdtem el foglalkozni, aztán jött a média, televíziózás, és ebből megjött a kommunikáció, hogy ennek az elméleti hátterét... De akkor te tanítottál is, vagy tanítasz is? Fogalmazódjuk úgy, hogy remélem, hogy fogok tanítani. És akkor a médián belül akarsz tanítani? Médián belül, televíziózással, kommunikációval kapcsolatosan, igen. És akkor a színházon belül, mert hogy mégis csak az most a témánk, ott milyen terveid vannak? Jelen pillanatban meg szeretnék maradni, mint nézőtéri. Jó, akkor lezárjuk a 2019-es évet, jó, mint igen. Nézőtéri. Mint nézőteres, és akkor megnyitjuk a 2020-as évet 0001-től, és akkor te már elkezdesz máson gondolkodni, mi van a fejedbe? Most jelenleg kommunikációs munkatársként dolgozom, napközben, civilben,
és este meg az Erkel Színházban. Úgy gondolom, hogy a legnagyobb feladatom most azzal van, hogy ezt a két történetet, ezt a két dolgot balanszba állítsam. Kicsit felborult az életem az elmúlt években, mert hogy online szerkesztő voltam eddig, és ez változatos munkarenddel jár. Nyilván egy kisebb káosz alakult ki ennek köszönhetően, és úgy éreztem, hogy hétről hétre tervezek. Csak nyilván az embernek az élete változik, az ember élete halad, változnak a környezeti körülmények, változik minden, és egy kicsit elfáradtam, úgy éreztem az idei év közepére, vége felé járva, és ezért is döntöttem a váltás mellett. És most van az, hogy tényleg szeretném ezt a két dolgot, a munkámat, a hivatásomat, illetve az Erkelt, mint művészet, mint kikapcsolódási kör, ezt balanszba hozni. Akkor most, hogy így benned van végülis a tanár személyisége, és megkérdezem, mert ezt tőlem is megkérdezték annak idején, hogy hogy látod, hogy mennyire van a színháznak ma nevelő, népművelő szerepe? És mennyiben szórakoztató, hogy kell-e szétválasztani a kettőt, vagy maradhat egy égisz alatt? Fontos szerepe van, és lenne a színháznak. Dolgozunk, tehát az Erkel Színházban, illetve az Operaházban vannak kifejezetten középiskolásoknak szóló programjaink, operakalannak hívják ezt, és kellene, tehát úgy éreztem az operakkal, legutóbbi operakaland alkalmával, hogy nem megfelelően van felépítve az oktatás, olyan szempontból, hogy nincs előkészítve, nincsenek felkészítve a hallgatók, a diákok arra, hogy befogadjanak egy-egy nagyobb művet, egy-egy magyar vagy éppen külföldi darabot, operát vagy zeneművet. És igazából én ezt jelen pillanatban ezt hiányolom a rendszerből, ezt hiányolom az oktatásból, és igazából szerintem magának az oktatásnak, illetve a színháznak is nagyon fontos szerepe van, hogy ezt a két dolgot, ezt az átjárást, ezt megteremtse. Jó alkalom és jó lehetőség az Opera Kaland. Nyilván végig kell gondolni az eddigi tapasztalatokat, és ennek alapján érdemes megvalósítani azt, hogy hát tananyagban még jobban beleépüljön a magas kultúra, mert az opera meg az Erkel Színház magas kultúrát képviseli, nem tagadottan és nyilvánvalóan. Tehát nyilván közelíteni kell ezt a két szegmenst, hogyha ennek hát kell, de lehetővé teszi ma az oktatás, hogy ne 16-17 évesen essen be először egy tanuló a színházba, úgyhogy nem tudja, hogy nem eszünk a nézőtéren, úgyhogy nem tudja, hogy nem tesszük fel a lábunkat, úgyhogy nem tudja, hogy az ott dolgozóknak nem hellóval, meg jó napottal, csak úgy odalökjük nekik. Tehát itt én úgy gondolom, hogy kevés az iskola. Kevés, mert a szülői háttér kellene, ami megalapozza ezt, hogy az iskola tovább tudjon építkezni ebből. Nyilván függ a neveltetésből ez a kérdés. Nyilván függ az oktatási rendszerből, nyilván, és ebből adódóan a tananyagból, abból, hogy hogyan készítik fel az oktatók a diákokat az opera látogatására. Már a látogatása, tehát nem feltétlenül a darab ismerete, igen. Darab ismeretére, hanem a látogatása. Az, hogy az opera az egy teljesen más műfaj, mint például egy más típusú színház, egy más típusú zenei intézmény, és teljesen más légkör fogadja őket ott. Nyilván vannak korosztályok, amelyek ezt még nem tudják adhok jelleggel, tehát azonnal befogadni, és ezt fel kellene építeni az oktatásnak, és a tanároknak, a különféle oktatási intézményeknek, meg hát magának a tananyagnak is, ahogy mondtam. És nyilván ebben fontos szerepe van magának az operaháznak is, mint egyfajta népművelő, népnevelő és kulturális intézménynek is, hiszen ők az operaház adhatja az alapot, megfelelő alapot ennek az oktatási tananyagnak. Én úgy gondolom, hogy időkérdés, minden időkérdése. Tehát egyes korosztályok már jobb, másképp jönnek be az
operaházba, az Erkel Színházba egy-egy darab megtekintésére, meghallgatására, végighallgatják, sokkal nagyobb ovációval fogadják az egyes művészeknek a teljesítményét, a színpadon látottakat, de vannak, akik nyilván fiatalabbak, ő náluk a viselkedésükben, az operához, a darabhoz való viszonyukban ez szintén leképződik és tükröződik. Mert ezt tapasztaltam én is a mindennapokban, hogy a színházba járás elvesztette ünnepi jellegét, nem? Tehát, hogy ebbe ti is meg tudtok erősíteni engem, hogy iskolai színház látogatás, erről szól, hogy akkor becsomagoljuk a perecet. Nincs az, hogy ünneplőbe öltöztetjük magunkat kívülről, és ünneplőbe öltöztetjük magunkat belülről. Tehát beesünk, végignézzük, mint egy mozifilmet, aztán ugyanazzal a lendülettel meg kiesünk. De lehet-e az operának, vagy kell-e, hogy magának az operának, mint intézménynek ez feladata legyen? Mindenképpen ezt kell mondjam, és nem lehet kizárni a rendszerből. És feladat vagy misszió? Ez egy jó kérdés. Kifejezetten jó kérdés, mert hát bárhogy is nézzük az operának, az én olvasatomban oktatási feladataként jelenik meg ez, hogy felkészítse a diákokat egy-egy előadás megtekintésére, nyilván ebből ezért készülnek kiadványok, ezért adjuk az oktatóknak a kezébe az egyes műsorfüzeteket, amikor érkeznek a színházba. Én már úgy gondolom, hogy ezt az iskolában meg kellene például tenni, hogy ott végig tudják lapozni a diákok azt a műsorfüzetet, amit átvesznek és amit meg fognak nézni műsort majd később. Az oktatóval, a megfelelő szakoktatóval végig elemezzék azt a darabot, azt az opera művet, amit meg eljönnek megnézni, és akkor teljesen más attitűddel jöhetnek már megnézni, teljesen más viselkedéssel nézhetik végig az egyes darabokat, de nyilván attól sem lehet eltekinteni, hogy egy-egy mű hossza is terjedelmes. Tehát azért itt nagyon sok minden közrejátszik abban, hogy hogyan fogadják be a diákok az egyes darabokat, hogyan ülik végig. Nyilván ez sok ismeretlenes és sok minden függ. Nem maradtak ki generációk ebből? Szerintem nem. Tehát most elkezdődik az oktatás, kezdjük az általános iskolával, mert ugye az idősebb korosztály operába járó, operát ismerő, de mi van a 30-40-es generációval? Nyilván számokra kimarad, de neveltetéséből adódóan úgy gondolom, hogy ezt a fajta nevelést már megkapták. Bennük van már az az attitűd, amivel érkeznek. De nem terelődtek át egy könnyedebb műfaj felé, a musical felé? Inkább azt mondom, hogy pluszként jelenik meg. Pluszként jelenik meg a musical, pluszként jelenik meg a különféle könnyözenei műfajok. A középkorúakban még benne van az opera és az operának a milliója. Mert tulajdonképpen ez az a dolog, ez a millió az, ami meghatározza az egyes előadásokra való érkezést, az ott eltöltött időt. Az épületet is nyilván így használják, így ülik végig az előadásokat. Tehát benne van már a középkorúakban ez a fajta viselkedési séma, ez az attitűd, és igazából a fiatal generációban kell elültetni, de nyilván itt a felelősség közös. De ez, amiről beszélsz, ez a magyarokra jellemző, vagy inkább a külföldiekre? Mindenképpen a magyarokról beszélek. Mindenképpen. Nyilván külföld azért érdekes, mert egy másfajta kultúrából érkeznek. Átmenőben vannak az országban, megnézik hazánk nevezetességeit, köztük például egy előadást az Erkel Színházban, nyilván másféle kulturális beágyazottságból érkeznek. Mondhatnánk azt, hogy elvárható lenne, mert operák mindenhol. Operaladősok szintén vannak mindenhol a világon, többnyire. Más kultúra. Tehát a kultúrák közötti eltérés nyilván visszatükröződik is. Tehát akkor itt feladat az egészet összefésülni, meg összemosni. Igen. Köszönöm szépen, Péter. És akkor most meghallgatjuk Kecskés Sándornak Székely himnuszt. Igen.
Most itt érdekes sorsokat, nem? Nagyon érdekes volt ez az egész kör. Komolyan. Nagy szeretettel gratulálok, édes kislányom, hogy így ügyesen összetartottad, összehoztad, és még összehozol majd biztos majd sok szép másik kör
körkérdéseket, körműsorokat ebbe a... Nem, én a Gabinak tartozom nagyon nagy köszönettel ezért, hogy egy ilyen csodálatosan színes társaságot ültetett itt most le nekünk, mert ez most valóban az ő érdeme. Úgyhogy köszönöm szépen, Gabi, hogy segítségre voltál ebben. Köszönjük szépen. És hogy azért te is látod, hogy elindulnak emberek valahonnan zenei vagy színészi indítatással, és hogy milyen banánhéjakon csúsznak el sorsok, hogy nem kerülnek, hogy nem valósul igen, meg az, igen, ami a gyerekkori igen, vágyuk, igen. Vagy amire ez éveken keresztül készültek. Igaz, igen. Hát én köszönöm szépen, hogy ma este velünk tartottak, és szeretnénk, hogyha ezzel a műsorral hagyományt tudnánk teremteni. Két hetente, vasárnaponként este le tudnánk önöket ültetni ide a tévéképernyő elé, hasonlóan érdekes és gazdag lelkületű emberekkel. És akkor most a műsor zárásaként, te nyitottál, te igen. Zársz, és akkor egy igen. Funikulát fogunk tőled még hallani. Funikula. Igen, igen, és a Kodály Zoltán férfikar játszik, úgy értem, énekel közben, és a Pap Gyula, hogy is hívják, kíséri. Igen, ja. Na majd megyek a X-emhez. Fönn van a hegy, itt lent a lóvalába.